A nyíregyházi SC Veselényi Miklós szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma maroknyi diákjaiból alakult 2014-ben a Tekerd elnevezésű csoport, mely egy mára országossá nőtt eseménysorozatot szervezett. Egy ilyen 9 állomásos rendezvénysorozatot próbáltunk meg összehozni. Különböző helyszínre megyünk, és az ottani középiskolásokkal megépítünk egy olyan amerikai színesbőrű vagy női szemét, aki a kultúra, sport vagy a művészetek terén valami nagyot alkotott. Ezzel felhívni arra a figyelmet, ugye, hogy a kisebbségek, illetve a nők is tudnak nagy dolgokat alkotni. A nyíregyházi iskolába érkezett pályamunkákat egy háromtagú bizottság bírálta el, és választotta ki a megvalósítandó terveket. Ezt egy komoly tervező munka követte, melynek fázisairól a Tekerd csoport egyik tagja prezentált a záró eseményen. A nagyon sok munka által eljutunk egy olyan képhez, amit már gyakorlatilag kész tudunk nyomtatni, és oda tudjuk adni a gyerekeknek, mint tervként. Persze, hogy előtte, hogyha mozaikba építünk, ugye akkor fel kell hálóznunk, ez ugye attól függően, hogy mekkora képet építünk. Ugye, hogyha egy 192 kockás képet építünk, akkor 570 plétre kell, hogy felosztanunk, ezt ugye felrácsozzuk, ugye koordináta alapján ugye beszámozzuk, és akkor így ki tudjuk adni a gyerekünk, ezt nem tudjuk hozni, és mi ezt be tudjuk ezt nem képbe. A projektbe így lassan bekapcsolódott Nyíregyháza mellett Zalaegerszeg, Miskolc, Szeged, Pécs, Alsó-Szentmárton, Berettyóújfalu, Siófok és Balatonboglár is. Minden helyszínen épült egy-egy 150x150-es Lego kép. Összesen mintegy 700 diák vett részt a munkában, 40 iskola bevonásával. A programot a budapesti amerikai nagykövetség is támogatta. Amerikaiaknak is és magyaroknak is az a közös értékük elvileg, hogy bárkiből lehet bármi, ha eleget dolgozik, és ha elég kemény munkát végzik, és ha ilyen csapatban dolgozik. És nekünk azért is tetszik ez a program, mert a művészet, amit csináltak ezek a diákok, és ez tényleg annyira szuper, hogy több mint 700 diák dolgozott ezeken a művészet darabokon, hogy mindegyik darab az egy olyan amerikait ábrázol, aki nagyon sokat végzett azért, hogy Amerikában erősebb legyen az egyenlőség. A portrékon olyan hírességek láthatók, mint Martin Luther King, Mary Jackson vagy Toni Morrison. Képenként 36.100 kockából megépítve. Lego alapítványnak évek óta zajlik már a helyi közösségi szerepvállalás programja, többek között Nyíregyházán is, ahol ugye van a magyarországi gyárunk. Ennek a programnak az egyik kiemelt célja, hogy a környezetünkben élő gyerekekkel foglalkozó intézeteket segítsük, és az egyik fókusz az azon van, hogy közösségi élményeket, olyan programokat hozzunk létre, amik felébresztik a gyerekeknek a kreativitását, hiszen a termékünk is erről szól. Inspiráció, alkotás, közösség. Erről szól, erre sikeres példa a nyíregyházi diákcsapat és vezetőjük Hudák Zsolt, Keverd a kockákat, Mix the Bricks elnevezésű projektje.